Január 11-én a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Magyar Látvány, Díszlet és Jelmez Tervező Művészek Társasága a Látványtér 2017 szakmai kiállításán adta át az év jelmez tervezője szakmai díjat Szűcs Editnek. Az ő különleges hangulatú kiállításának megnyitóján vehettek részt azok, akik ellátogattak március 24-én a Solymári Apáczai Csere János Művelődési Házba. A kiállításon bepillantást nyerhettünk a színházi jelmeztervezés folyamatába, a tervektől egészen a megvalósulásig. A megjelentek egy Jármi Éva, a Művelődési Ház munkatársa köszöntötte. Mindannyiunknak megvannak életünk során a saját történeteink, amelyekben mi vagyunk a főszereplők. Ugyanígy elmondhatjuk, hogy mindannyian művészei is vagyunk valamilyen tevékenységnek, legyen az a gyermeknevelés, a virágok gondozása, a gasztronómia. Tökére fejleszthetjük a vitatkozást, de lehetünk egyszerűen életművészek is. Vannak azonban olyanok, akik ezt hivatalosan teszik egy magasabb szinten. Ők médiumok, önmagukon átszűrve közvetítik számunkra a világ dolgait, amit láttatni szeretnének, egyes dolgokat felerősítve, arcunkba vágva, másokat csak sejtetve, elgondolkodtatva, beindítva képzeletünk eldugult csatornáit, érzelmi mélységekbe és magasságokba repítve bennünket. Fontos, hogy a hétköznapok monotóniájában időnként megálljunk, legyünk kíváncsiak és nyitottak. Engedjük, hogy a beavatottak mutassanak nekünk valamit, amin elgondolkodhatunk, ami szellemi muníciót ad a további hétköznapok túléléséhez. Hely híján Szűcs Edit munkásságának csak egy szűk keresztmetszete volt látható a kiállításon. Voltak tervek, fotók közszínházi munkáiról, eredetiben pedig az alternatív, az anyaggal kísérletező, úgynevezett textilszobrokat csodálhatta meg a közönség, felvételen pedig láthatóak is voltak használat közben. A kiállítást Keszég László rendező nyitotta meg, aki már 1995 óta dolgozik együtt Edittel. Én egyetemista voltam, és már a vizsgáimnak a jelmeztervét is készítette. Utána együtt kerültünk, vagy egy kicsit korábban kerültünk a Kaposvári Színházba, onnantól pedig ez folyamatosan, tehát hány színházban én jártam az országban, és egy határokon túl mindig megtaláltuk egymást nagyon jól. Én azt tudom mondani, hogy kicsit beavassam a kedves nézőket, hogy két típusú jelmeztervezőt ismertem meg a pályafutásom során. Olyat, aki szinte ilyen karikaturisztikusan, elrajzoltan, elnagyoltan rajzol, egészen fantasztikusan, színesben, csodálatos elképzeléseket tár a nézők szeme elé. Ott egy kicsit kevesebb szokott lenni a végeredmény. Van, aki nagyon elnagyolja, szinte ilyen és mondjam, alig látható skiccet, ott egy kicsit több szokott lenni az végeredmény. És Edit valahogy pont az arany középút, hogy nagyon-nagyon hasonló a végeredmény azzal, amit lerajzol. Ez egy csodálatos dolog, velem is nekem rengeteget szokott segíteni. Szűcs Edit kiállítását április 11-ig láthatta a közönség.